Ha mesélünk, együtt vagyunk a gyermekünkkel. Azt érezheti, hogy nekünk is fontos a vele együtt töltött idő. A szülői esti mese a gyerekek fantáziáját, képzelő erejét is fejleszti nem látja el sablonokkal, előre gyártott képi, vizuális élményekkel, mint a tömeg kommunikációs eszközök közül a TV, a videó, a mozi. Másodszorban a mese hallgatása a lelki folyamatokat indít be amelyekre szüksége van az egészséges fejlődéshez. Hangzott el a verseny megkezdése előtt. A versenyzőket Szabó Péterné köszöntötte. Az év legszebb, legvarázslatosabb időszaka közeleg. Ahogy kint egyre korábban sötétedik, úgy gyújtunk egyre több fényt, gyertyát, és világítjuk meg otthonainkat. És ahogy telnek múlnak a napok, az évek, a mesék is elmaradhatatlan részévé válnak a karácsonyi készülődésnek. Ilyenkor decemberben várunk valamit és valakit. Várunk békességet, nyugalmat és meghitt emberi kapcsolatokat. És talán jobban átéljük ezek hiányát is. Hogy mi emberek miért nem élünk békében egymással, miért kell ma is sok embernek a holnaptól félnie, sajnos nem születtem varázslónak, hogy eltüntessem ezt a sok-sok igazságtalanságot, de ma délután a segítségetekkel szeretnénk ide varázsolni egy karácsonyi angyalt. Biztos vagyok benne, hogy a karcagi mesemondó gyerekek, mert ti a legjobb mesemondók vagytok az egész városban, a saját korosztályotokban. Képesek lesznek arra, hogy néhány órára elfeledtessék velünk a világ valamennyi bújját, baját, azt most kint hagytuk és átéljük a várakozás örömét. A lelkes és nagyon ügyes Ovisok a verseny végén ajándékot kaptak. A mesék a Karszak Televízió adás folyamában és internetes platformjain is megtekinthetőek.